Köszöntöm a stúdióban vendégemet, Vályi Nagy Erikát, akivel első könyvéről fogunk beszélgetni. Szia Erika, köszönöm, hogy eljöttél. Szia, és köszönöm a meghívást. Mielőtt belevetnénk magunkat a könyvbe, egy picit beszéljünk arról, hogy honnan jött neked az írásnak a szeretete, és mivel foglalkozol eredetileg. Hát írással foglalkozom, meglepően, bár reál diplomáim vannak, de nem nagyon dolgoztam ebbe a szakmába, hanem egy informatikai cégnél dolgoztam, amikor a Nők Lapjának egy újságíró stúdiójának a hirdetését észrevettem, akkor arra beiratkoztam, és igazából én 25-6 éves koromtól újságíró vagyok, első cikkem a Nők Lapjában jelent meg, és ez úgy determinálta is a szakmámat, mert női magazinoknál voltam végig. És a mai napig végül is, most már csak külsősként, de újságíróként dolgozom. És közben tanfolyamokat is szervezel, ha jól tudom. Igen, a 2016 körül akkor a Centrál Médiánál dolgoztam, akkor ott van egy olyan intézmény, hogy Centrál Média Akadémia, és ott egy újságíró kurzust vezettem, aztán meg pedig egy szerkesztői kurzust. Ennek kapcsán jött az ötlet, hogy később ezt egy saját online kurzusként tudom továbbfejleszteni, és ma már egy saját műhelyben oktatom az újságírást. Honnan jött a gondolat, hogy akkor egy kicsit mégis az írásban maradsz, de egy kicsit más vizekre is evezel, hogy akkor egy regényt fogsz írni? Hát ezzel úgy vagyok, mint szerintem minden író, hogy gyerekkori álom, hogy írjak. Nagyon régóta szerettem volna regényt írni, állandóan kerestem a témát, kerestem azt az ihletet, ami majd engem elindít, és valahogy nem jött. És akkor érdekes volt, mert amikor a Covid beütött, akkor lett hirtelen mindenki körül egy nagy csend. És akkor, én azt gondolom, hogy azért időben is meg kellett erre érnem, akkor jött az, hogy most már megvan az az ötlet, jött egy ötlet, igazából egy családi történet, hogy ezt én meg tudom írni. És akkor ez egy hosszú folyamat volt, ez már lassan 5-6 éve, megírtam egy első regényt, ezt szépen beraktam a fiókba, ez a családról szólt, ezt nem mertem még kiadni a kezem közül, és ez lett a második. Akkor az is megvan, csak az még pihen. Az majd posztumusz. Akkor térjünk rá magára a könyvre, elképesztően gyönyörű borítása, borítója van. Először csak a borítóról, hogy kívülről ismerkedjünk vele, mit ábrázol, ki ennek az ötlete, hogyan alakult ki. A Kismama magazinnak voltam a főszerkesztője, és volt ott egy nagyon tehetséges művészeti vezetőm, Földi Hajni, és amikor én leszerződtem a Szkolárral, az sem volt egy egyszerű történet, de már a kézirattal megkerestem egy kiadót, a Szkolárral megállapodtunk, hogy kiadja, akkor én megkerestem a Hajnit, valamint összehoztam a kiadóval, hogy lehetne az, hogy ő tervezi a borítót, ugyanis én tudtam, hogy ő egy olyan tehetséges tervező, hogy tulajdonképpen ha elolvassa a könyvet, az nekem nagyon vagy tetszeni fog. Hajni nagyon sok ötletet adott. Nem így indult ez a hattyú, kicsit másmilyen volt. Ez egy balatoni történet, ez egy fordított átváltozás, tehát igazából a Rút kiskacsa, csak itt a hattyúból lesz a Rút kiskacsa. Tehát sok ilyen áthallása van. Nyilván az olvasó ezt nem tudja, ezt a végén tudja összerakni, de hát bőven elég az, hogy egy nagyon esztétikus borító, és hozzáteszem, hogy amikor megjelent a könyv március elején, és tényleg így a Libribe, így a piramisok tetején volt, hát leugrott. És akkor hívtam is Ajnit, hogy figyelj, ez álom szép. Igen, elképesztően gyönyörű, és nem csak a borító fog meg, hanem a cím is, Tört arany. Na, erről mit tudunk? Erről azt tudjuk, hogy ennek a regénynek az egyik főszereplője egy olyan lány, aki nagyon szép, ennek nagyon tudatában is van. Van erre most ma egy szleng, hogy aranyásó. Nem igazából olyan, de a pénzét, a szépségét használja fel, hogy... Igen, használja fel a boldogulásért. Tehát mindenképp szerettem volna ezt a szót használni, hogy arany. És akkor nagyon sokáig forgattam ezt a szót, hogy arany, aranyeső, így. Nagyon sokáig volt az a cím, hogy fény nélküli arany. Még akkor egyszer, hogy jó, hát az a tört arany. És azért is indul úgy a regény, hogy egy jelenettel, hogy beszélget a két főszereplő, és arról beszélgetnek, hogy a lánc, ami a lány nyakában van, az ugye nem tört arany, mert az nem ér annyit. Milyen jó tovább gondolása is van, meg mélyebb tartalma. Ugye említetted a főszereplőt, akkor itt két főszereplő van, és testvérek. Igen. Rebeka és Amira. Milyenek ezek a főszereplők? Én azt tapasztalom, bár még csak így olvasgattam bele, mert nem volt még annyi időm, de végig fogom olvasni, hogy ez nem feltétlenül, hogy te is említetted, ez a nagyon pozitív és csak pozitív főszereplő. Hogyan tudnád te megfogni a jellemét ennek a hölgynek, vagy akár mind a kettőnek? Ez egy testvérpár, egy nővér és a húga, és nagyon különbözőek. De hát ugyanabból a
alomból jönnek, ugyanabból a gyökerekből táplálkoznak, és tulajdonképpen nagyon mást irányt vesz az életük. Balatonszárszóra születnek, az egyik ott marad, családanya lesz, egy egyszerű életet él, kozmetikus, a fiatalabbik lány, aki a nagyon szép, az akkor dobbant, Pestre megyek, megcsinálom a szerencsémet, pénzt szerzek, sokat utazok, és ezzel egy ilyen fényűző életet élek. És akkor van egy fontos szereplője még a regénynek, az anya, mert én azt gondolom, hogy egy lány útját mindig determinálja az, hogy az anyja vágya micsoda. És hát ezt boncolgatom aztán a regény második felében igazából, hogy a családi kapcsolatok hogyan hatnak arra, hogy az ember milyen életutat fut be. És egy kicsit olyan ez a regény, mint egy ilyen paternoster vagy lift, hogy ez úgy tűnik, hogy a kozmetikus van alul, a szép lány van felül, és elkezdem ezt mozgatni. És akkor milyen érdekes, hogy lehet, hogy egy egyszerű kozmetikus a Balatonszászlón a két gyerekével és a férjével egy teljesebb és boldogabb életet él, mint egy kicsit már öregedő, szép lány, akit televesznek a gyönyörű drága tárgyai. Miért gondoltad fontosnak, hogy ebben a témában alkoss? Azért, nekem van két lányom, kamaszok már, és én azért nyilván sokat beszélgetek velük, és itt van az életünkben ez a sok influencer, ez a sok nő, aki úgy tűnik, hogy csak a szépségéből él meg. Ez újságíróként is engem már régóta zavart. A történet egyébként egy picit régebbre datálódik, tehát amiben én helyeztem, az körülbelül 10 évvel ezelőtti történet, bár nem írtam bele, akár most is igaz lehet, de azt gondolom, hogy ezek a lányok tulajdonképpen most még erőteljesebb hangsúlyt kapnak. És ez engem zavar. És igazából azt is meg akartam mutatni, egy elég negatív főszereplőn át, hogy ennek az életnek mi az árnyoldala. De nem akartam ítélkezni, végül nekem is egy érdekes út volt ez a regényírás, hogy a szereplőmet sikerült megszeretni. Pedig egy kicsit nekem is unszimpatikus volt, meg is kaptam sok kritikustól azóta, hogy ő megőrült Amirától, és hogy ez egy borzasztó nő. De a végén megértjük őt is, hogy miért lett ilyen, és tulajdonképpen meg sajnáljuk. Akkor ebből a könyvből, ha jól értem, nagyon sokat tudunk tanulni is. Én remélem, ezt tudom mondani. Ez is volt, hogy tudunk-e, azt nem tudom, de hogy van rá lehetőségünk, abban biztos vagyok. Ki segített lelkileg, mint egyfajta támasz abban, hogy meg tud írni ezt a könyvet? Nem én vagyok az első, aki azt mondja, hogy az írás egy végtelenül magányos tevékenység. Mellettem volt világ életemben a középiskolai magyar tanárom, vannak barátnőim, jártam írókurzusba, ahol béta olvasók olvasgatták, de valójában az volt a nagy tanulság, hogy ezt mégiscsak egyedül fogom végigvinni, én fogom kiválasztani, hogy melyik a legjobb borító, nekem kell eldönteni, hogy milyen perspektívából nézve mesélem el ezt a történetet, mert valójában az volt a tanulság, hogy ha megkérdeztem három embert, akkor háromfélét mondtak. Tehát mégül is ennek a belső erőnek kell nagyon erősnek lenni, hogy az ember írni tudjon. Ez a munkafolyamatra is igaz. Ha én nem ülök minden nap 2 órát a gép előtt, akkor nem fogok haladni. Tehát nem ihletre várunk, meg mosolygásra, meg bátorításra, hanem egy belső motiváció kell. Hogyha tágabb kontextusban nézzük, akkor írók közül ki volt az, aki akár mondjuk fiatalabb korodban motivált, vagy kedvenc író, kedvenc könyv, kedvenc mű, vagy bármi, vannak-e? Ilyenek nyilván vannak, de... Hát, rengeteg van. Igen. Szabó Magda mindig is egy alap volt, és sokat olvasgattam őt, amikor írtam is. Most már egyébként eljutottam oda, sajnos, ezt most azt kell, hogy mondjam, mint az újságírásnál, hogy már nem tudom olvasóként olvasni, hanem elkezdem elemezni a könyvet, hogy hogy fogta meg, hogy nem. Van egy amerikai író, Lionel Shiver, őt nagyon szeretem, de tulajdonképpen kortárs magyar irodalmat olvasok sokat, ebből próbálok tanulni. Nincs így igazából az, hogy őt követem. Sok kedvencem van, és mind arra eszköz, hogy ezáltal én is jobban tudjak írni. Igen, és azt gondolom, hogy ez a jó irány, és hogy mindenből megszerezni igazából magunknak, amivel profitálni tudunk, ami sokat jelent, és úgy tudunk mi is ugye fejlődni. Beszéljünk egy picit lezárásként a jövőről, mik a tervek, vannak-e tervek, akár folytatás, akár másik könyv? Tervek vannak. Azt gondolom, hogy sokáig nem írtam regényt, és amikor végre el tudtam kezdeni, akkor tényleg áradt a szöveg. Van egy a fiókban, az ott van, de már megírtam egy másodikat. És az majd nyilván a kiadóval történt tárgyalások után derül ki, hogy mikor tud megjelenni, de eleve én úgy mentem be a kiadóba, ők is arra bátorítottak, hogy 3 könyv alatt nem szerző a szerző.
tehát nem egyel készülök, mondom, meg is van a következő, az egy teljesen más történet. Na, nagyon érdekes. Tehát folytatást nem tervezek ennek, mert én ezt így lezártam, bár sokan mondták, hogy de jó lenne. Nem, egy teljesen más irányt vettem most, remélem az is jól fog sikerülni. És akkor a visszajelzésekről már tényleg lezárásként, mik, így már a főszereplőkről hallottuk azt, amit elmondtál, de úgy összességében miket tudunk? Ez egy nehéz ügy azért a kritikákat olvasni, és a moly.hu-n tettek föl elég sokat, és kaptam hideget, meleget, alapvetően sok pozitívat, ami esetleg nem volt annyira pozitív, az is egyébként nagyon tanulságos és érdekes volt. Lehet belőlük tanulni. Hát abszolút. Ja. Uh-huh. Hát ez a cél. Köszönöm szépen, Erika, hogy eljöttél, és gratulálok a könyvhöz, és akkor várjuk a további híreket. Én is köszönöm szépen.